Februárban jelentette be az Electrolux vezetése, hogy a nyíregyházi gyárát 2024. januárjától bezárja. Így 650 dolgozójának szűnik meg a munkája. A csoportos létszámleépítést a cég bejelentette az illetékes vármegyei kormányhivatalnak is. Román István főispán 35 perc című műsorunkban azt mondta, álláspontja szerint korrekten jár el a cég a munkavállalóival, és bízik abban, hogy talál mindenki új munkát. Látva azt, hogy egyébként Kelet-Magyarországon a a munkaerőpiac, a, 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 új üzemek építése, az milyen lendületet vett. Én azt gondolom, hogy vagy bízom benne nagyon, hogy sikerül elhelyezkedni rövid időn belül mindenkinek, aki, aki ott dolgozott. Ha csak a nagyobb üzemeket nézzük, akkor a, a végrehajtott egy, végrehajtott komoly létszámbővítést a legó, Két nagy beruházás is van a Nyíregyházi Ipari Parkban, ami szintén új munkahelyeket fog teremteni a közeljövőben és gyakorlatilag olyan volumenű és lendületű munkahelybővüléseknek vagyunk a kapujában, ami azt gondolom, hogy jó reményekkel tölthet el mindenkit. Nyilvánvalóan nem jó, az meg nagyon rossz lehet azt megélni mindenkinek, hogy a munkahely az, az megszűnik, de bízom benne, hogy a, a kormányhivatal segítségével, illetve hát a magának a, a munkaerőpiacnak a felszívó hatására mi hamarabb munkát tud mindenki találni. Múlt héten vehette át 20 kormányhivatali dolgozó sikeres továbbképzéséről szóló bizonyítványát. Folyamatosan képzik például a kormányablakokban dolgozó munkatársaikat annak érdekében, hogy az egyre bővülő feladataikat el tudják látni, sőt, most már mesterséges intelligenciát is alkalmaznak. Ez több ponton a megyében már telepítésre kerültek ezek a, az eszközök. Így gyakorlatilag jelen pillanatban a kormányablakainkban találhatóak meg, de itt mindenféle ügyintéző közreműködés nélkül néhány egyszerű ügyben oda léphetünk az automatához, és miután azonosítottuk magunkat, azután az ügynek a kezdeményezése elindulhat. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy zajlik egy ez a deregulációs munka a közigazgatásban, aminek a keretében az ezzel foglalkozó kormánybiztosság valamennyi munkatársunkat közvetlenül meg fogja keresni, és olyan típusú javaslatokat vár közvetlenül a munkatársaktól, amelyeket a mindennapi munkavégzés során gyűjtött tapasztalataikra támaszkodik, és nyilvánvalóan a javaslatoknak arról kell szólni, hogy hogyan lehetne esetleg egy-egy még egyszerűbbé tenni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a mi kollégáink is sok ilyen javaslattal fognak élni, és ennek az eredményeképpen éppen mind az ügyfél, így meg a hivatalok életében további egyszerűsödés mehet végbe. Tíz évvel ezelőtt jöttek létre a kormányablakok, akkor néhány tíz ügyet lehetett ott elintézni. Mára 2500-ra emelkedett az ügykörök száma. A kormányhivatal célja, hogy közülük egyre többet tudjanak online módon is elintézni az ügyfelek.